Nagyon szeretettel köszöntöm a Blick nézőit, olvasóit. Kívánok Istentől áldott karácsonyi ünnepet. Ugye olyannyira szép, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus karácsonykor nem egy csomó mennyei kütyűvel jött közénk, hát végül is hozhatott volna Máriának, Józsefnek, hogy mondjam, valami mennyei láncfűrészt, vagy habverőt, vagy akármit, de nem ezt tette, hanem ő maga volt az ajándék. És itt szépen is mondja János evangélista, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, ajándék. És persze ezt meg lehet fordítani, hogy Isten úgy szerette te férjedet, hogy megteremtett tégedet. Isten úgy szerette a gyermekeidet, hogy egy édesanyát adott nekik. Hogy arra biztatom a kedves testvéreimet, hogy merjünk karácsonkor mi magunk ajándékká válni, Isten áldásává. Hát ugye a 21. század embere ilyen identitás krízisbe küzd, hogy most mi az én életem célja. Téged Isten azért teremtett, hogy áldás legyél, ajándék legyél. Ott, ahol vagy, hát a földsebeit begyógyítsad, az embereket arcát mosolyra igazítsad. Hát ez egy nagyon szép hivatás. Adja az Isten, hogy mindannyian itt a Kárpát-medencében egymás számára Isten áldásává váljunk, Isten jó szavává, simogatásává, hogy életünk gyógyír legyen környezetünknek, jókedv, vidámság, kellemes ünnepeket kívánok!